Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket, önök a Heti TV-t és a Pirkada című reggeli politikai magazin műsorunkat látják. M. Kende Péter vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Gyorsan túlesünk a kötelező gyakorlaton. A LUAK azt mondja, hogy 5781-et írunk, és Elul havának 5. napjával, míg a Gergely naptár szerint 2021. augusztus 13-a és péntek. A babonások ne figyeljenek oda. Higgyék el nekem, a fekete macska csak örömet okoz. Az ipolyok és a vitáliák ünneplik a névnapjukat. Ritka név, én nekem ilyen nevű ismerősöm nincs is. Ami pedig az időjárást illeti, kérem szépen 29 és 35 fok között várható mai legmagasabb hőmérséklet. Jó napos idő lesz, néhol lesz egy nagyon elvétve, de lesz valahol zápor, szellő lesz, de nagyon-nagyon befűtenek ma is. És nézzük akkor, azt mondja, hogy 353.21 az euró, még 416.87 az angol font a Magyar Nemzeti Bank információi szerint. És akkor gyorsan kicsit szeretnék beszélgetni az Egyesült Államokról, mégpedig két tekintetben. Egyfelől, ha jól emlékszem, azt mondta az ukrán elnök, hogy jól, ő nagyon szeretné, hogyha lennének amerikai katonák Ukrajna területén. Gondolom nem azt gondolja, hogy legyen egy-kettő, aki ott sétál mondjuk Kijevben a fő utcán. A másik pedig az, és ez szintén kapcsolatban hozható az Egyesült Államokkal, hogy azt ma hajnalban olvastam, hogy van egy válságövezet, persze nem újdonság, ez Afganisztán, amit se lenyelni, se kiköpni nem tud a világ, és így ezáltal persze az Egyesült Államok is. És most hátradőltem, figyelek nagy boci szemekkel. Hát tulajdonképpen, ami az első kérdést illeti, Ukrajna és az Egyesült Államok viszonya, mióta Ukrajna megalakult, azóta az Egyesült Államok jó kapcsolatot épített ki az országgal, különös tekintettel a jelenlegi adminisztrációra, tehát a Biden-féle vezetésre. Hát ebben tudjuk, hogy voltak üzleti kérdések is fia révén. Aztán ezen kívül pedig nem szabad elfelejteni, hogy Ukrajna szomszédja Oroszország, amellyel nem kifejezetten jó viszonyt ápol az Egyesült Államok. Utóbbi időben eléggé lement az orosz-amerikai kapcsolat. Nem tudom, lehet-e még lejjebb menni, de még van hely. Mindig tehát van, igen, ezt akartam, hogy mindig van lehet. Lejjebb, tehát nem probléma. Egyébként pedig az ukrán hadsereg átszervezésében, fegyverekkel történő ellátásában az Amerikai Egyesült Államok nagyon sokat tett, tehát sokat szállítanak. Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy az ukrán hadsereget átfegyverezték, és a volt szovjet haditechnikát lecserélték nyugatira, legalábbis ennek a jelentős részét. Ebben meghatározó szerepet játszik az Egyesült Államok. Na most politikailag azért fontos számukra, hát egyrészt mert nagy ország, nagy területet is jelent, hát a gazdasági képességek az egy más téma, de a geopolitikai fekvése magának Ukrajnának rendkívül fontos. A következő dolog pedig az Ukrajna kapcsán, hogy hát közvetlen Oroszország mellett van, és egy ütköző övezet kell a NATO, illetve az orosz federáció között, és hát ez biztosítja Ukrajna. Na most Ukrajna vágya, hogy bekerüljön a NATO-ba, bekerüljön az Európai Unióba, tehát része legyen a nyugati szövetségnek. Ha megnézzük az orosz érdekeket, ezzel homlok egyenletétben van, szó nincs róla, hogy a volt Szovjetunióhoz tartozó tagállamok közül bárki is a nyugati szövetség része legyen. Hát azért nem így működik, mert elég sok olyan ország van, aki bele van a NATO partnerségbe, megfogalmazta azt a szándékát, hogy szeretne szorosabb kapcsolatot kiépíteni a NATO-val, és hát Oroszországnak viszont ez egy fekete bárány, ők nem szeretné azt, hogy közvetlen határ legyen az Orosz Föderáció, illetve a NATO között. Na most, ami a hadsereg fejlesztését illeti, ehhez technikai eszközökön kívül segélyprogramot is működtet az Egyesült Államok, tehát sok mindent ad számára. Ebből az következik, hogy a ukrán hadsereg minden területen, tehát szárazföldi erő, légierő, haditengerészet nagyon sokat lépett előre. Vannak még természetesen orosz érdekeltségek, hát azért légierőt mondjuk nem lehet leváltani egyik percről a másikra, az több évtizedbe is belekerül időben, és hát azt lehet látni, hogy
az ukrán vezetés, a jelenlegi ukrán vezetés mindent elkövet annak érdekében, hogy a nyugat bizalmát megszerezze. Nem mindig működik ez. Tehát vannak olyan belső problémák Ukrajnában, és itt elsősorban demokráciával való, hát nem kifejezetten szoros barátság, amit ott szoktak időnként mondani, és hát lehet azt tapasztalni, hogy azért Ukrajna belül is vannak ellentétek, tehát kormánypárt, ellenzék, orosz barát, nem orosz barát, ott is ugye van egy konfliktus, tehát eleve olyan ország, amely nem háborúban, de konfliktusban áll, nincs jóban szomszédjával. És akkor ez azt is jelentheti... Ez feltétel lehet annak, hogy ne vegyék fel. Hogy a ütköző zóna mondjuk a NATO és Oroszország között Ukrajna, ezt mondtad az előbb, és ugye ez újabb konfliktusokat szület, ez mondjuk... Megjelentnek ezek a konfliktusok akár a kelet-ukrán területeken? Hát egyértelmű. Akár ugye hova is tartozunk történetben? Egyértelműen, mert a kelet-ukrán területen meglehetősen közel vannak az orosz anyaországhoz, ha szabad így mondani. Tudni, sok orosz él. Igen. Na most azok az oroszok nyilván nem Ukrajnához húznak, és hát lehet azt látni, hogy Ukrajnában azért elég nagy tisztogatás volt, például az állami gazgatásban, a diplomáciai testületben, hadseregben, rendvédelmi szerveknél, pontosan azért, hogy azok kerüljenek pozícióba, akik tőzsgyökeres, idézőjelben mondtam, ukránok, tehát nincs orosz érdekeltségük. Hát tulajdonképpen, ha összehasonlítjuk a két országot, Oroszországot és Ukrajnát, akkor azért nagy a különbség az oroszok javára. Tehát, hogyha valamikor mondtam azt, hogyha a Putyin úgy dönt, hogy elfoglalná Ukrajnát, akkor otthon megeszi a reggelét, és talán kiebbe vacsorázhat. Tehát azért kettőt nem lehet összehasonlítani. Súlyos gazdasági problémák is vannak, még a belső viták mellett, de megkapják a támogatást. Hát ugye NATO-tól mit kapnak, mert ugye Amerikai Egyesült Államok, mint NATO-tag is föllép és segíti és ösztönzi a NATO-t. Ebből adódóan azért azt lehet látni, hogy hát itt azért NATO belül is vannak ellentétek. Mondjuk például Magyarország részéről ugye nem támogatják a ukrán csatlakozási folyamatokat, vagy egyáltalán az erre irányuló tárgyalásokat, addig még a nemzetiségi problémákat nem rendezik. Na most itt ebből világosan lehet látni, hogy hát ebből egyelőre ebből nem lesz nagyon semmi. Egyelőre nem lesz semmi, és a NATO sem foglalkozik ezzel. Tehát, hogyha megnézzük a NATO vezetőknek a nyilatkozatait, azt mondják, hogy magyarok és ukránok, ha van nektek ilyen problémátok, egymás között beszéltek meg, de ne vonjatok minket ebbe bele, nem szereti egyébként a NATO ezeket a dolgokat, és hát tulajdonképpen most vétót emel, vagy nem attól, ezek még tárgyalnak, megbeszélik a fontos kérdést. Az Amerikai Egyesült Államok pedig abszolút nem érdekli, hogy mondjuk Magyarországnak ezzel kapcsolatban olyan véleménye, különös tekintettel a bilaterális kapcsolatokra. Tehát azt tudom mondani erre, hogy Amerikának nagyon fontos Ukrajna, az is marad, legalábbis még a Biden adminisztráció működik, és hát tulajdonképpen mindent elkövetnek annak érdekében, hogy ezt a ütköző övezetet fenntartsák, mert ez is benne van az egészben, és nem feltétlen az játszik szerepet, hogy ez most hova tartozik, hanem az, hogy legyen egy semleges övezet. Ez a NATO részéről is egy fontos előírás. Hát látjuk, hogy milyen sok területen van probléma, ugye szomszédos országban, Ukrajna mellett Fehér Oroszországon áll, ugye mik történnek, küldik át a menekülteket Litvániába, tehát itt tulajdonképpen elég sok bosszúság van az utóbbi időben, ami a kapcsolatokat nem segíti előre. Hát másik kérdés az volt, hogy csak azért, hogy akkor most Ukrajna fontos a Biden adminisztráció számára, Afganisztán mennyire fontos? Afganisztánban nem tudják, mit akarnak. Tehát én úgy látom, ezt lehet, hogy tévedek, hogy nem egyet akarnak onnan kijönni, ami most már gyakorlatilag ez egyébként érthető? Érthető, 20 év után érthető. Tehát ez már nem most találták ki, és nem is a Biden adminisztráció mondta. Ez már a előző Trump is többször mondta azt, hogy ott hagyjuk Afganisztánt, nem éri meg. Anyagilag rengeteg pénz, nagyon sok pénz, emberáldozatokat nehéz megmagyarázni. És azt is nehéz megmagyarázni az amerikai lakosságnak, hogy tulajdonképpen mit keresünk mi Afganisztánban. Tehát ők most onnan eljönnek, és rájuk bízzák, hogy oldják meg a saját problémájukat. Hát ez elég drasztikus módon történik.
Most már ugye elfoglalták tegnap jött a hír, hogy ország második legnagyobb városát, Kandahárt, azt elfoglalták a tálibok. Az azt jelenti, hogy mivel a második legnagyobb város, a következő lesz Kabul, amire mondják azt, hogy 1-3 hónap, hát én ebben nem hiszek. Nagyon kevesebb idő, az gondolom? Nem. Hát hatalmas város. Tehát Kabul 4 millió lakosú város. Na most egy 4 millió lakosú város, az hatalmas segítség kell, hogy ezt lehet tudják foglalni, ha csak az nem történik, hogy összeomlik teljes egészében a jelenlegi afgán kormány, lemondanak, és mint később bajba mennek előre. Igen. Úgy, mint ez történt Bagdad esetében annak idején. Ha ez jön, akkor bejöhet az, hogy 3 hónap alatt végeznek, mondjuk körbezárni, lehet, hogy lesznek harcok, de ha nem, akkor jó, ez lenne jó, hogy megegyeznek, és akkor nem lennének harcok. De hát itt tulajdonképpen az azt jelenti, hogy vége van az afgán kormánynak. Az azt jelenti, hogy teljes egészében hát arról van szó, hogy átveszik a tálibok az uralmat. Na most ez az Egyesült Államoknak soha az életben nem volt célja, de sodródnak az eseményekkel, én úgy látom, tehát nem tudnak mit csinálni. Közben ugye a szomszédos országok is aktívan részt vesznek az ottani helyzet rendezésében, idézőjelben mondtam. Tehát tényleg azt mondom, hogy egy padhelyzet van, és gyakorlatilag, hát nem, ez már több, mint polgárháború, ez majdnem háború. Bosszú hadjárat is indult egy időben. Hát ugyanakkor azt is lehet látni, hogy a tálibok között is vannak azért olyanok, akik nem azt akarják, ami az amerikai vagy az afgán kormánynak az elképzelése. Engem nagyon meglepett az, hogy az afgán kormány, amit ennyi pénzzel, kiképzéssel a hadsereget, a rendőrséget segítettek az Egyesült Államok részéről, meg a NATO szövetségesek részéről, tulajdonképpen pillanatok alatt összeomlik. Tehát ez elég nehezen fogható föl. Tehát itt valami előkészítés lehetett, talán később majd megtudjuk azt, hogy kik és hogyan játszottak ebbe szerepet, de még benn voltak a nyugati erők Afganisztán területén, azért addig viszonylag működött. Nem mondom azt, hogy minden rendben volt, de erre nem számított. Sokan, akik elemzéssel foglalkoznak, hogy ilyen gyorsan összeomoljon az afgán kormány. Hát ez nyilvánvaló, hogy nagyon komoly következményekkel fog járni magára, Afganisztánra, az afgán lakosságra, hiszen ott már nagyon sokan megtapasztalták azt, hogy lehet másképpen is élni, nem csak a saria alapján, és nem csak olyan szigorú törvénykezéseket kell elszenvedni a lakosságnak, amit a háború előtt kellett nekik átélni, és tulajdonképpen hát most egy nagyon bizonytalan helyzet van ezen a területen is. Én nem mondanám azt, hogy itt a helyi lakossága rettenetesen ürül, nem tudnak mit csinálni, de most ott nem magyaráznak, tehát ott nyakazás, fejezés, amit akarunk, minden. Tömeges kivégzés, arról van szó, nagyon határozottan lépnek fel, és nagyon keményen, és hát tulajdonképpen a vad dzsihadista szellem próbál visszatérni Afganisztánba. Attól függetlenül, hogy meg kell állapítani azt, hogy vannak tárgyalások, és a dohai tárgyalások ezt szolgálják, de én úgy látom, hogy itt most a cél az nem az, hogy tárgyaljunk, hanem az, hogy a terepen érjünk el egy helyzetet, ami előnyös a táliboknak, és majd utána beszélgetünk. Hú. Tehát itt nem arról van szó, hogy a tálibokat bevonják a kormányzásba, hanem majd a tálibok fogják bevonni a kormányzásba a központi erőt, meg egyáltalán, hogy kit fognak bevonni. Mm. Tehát tulajdonképpen egy tálib uralom fog bekövetkezni elég rövid időn belül. Jó, hát akkor megint tudjuk, hogy megint lesz majd miről beszélgetnünk, és fogunk is beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondtad. Köszönöm szépen is.